Már most tényleg mindenféle rossz indulat nélkül ezt a meccset látni kell. Szóval amíg itt... Mi van már megint? Ja jó, oké. Nem tudom, hogy a bannok lementek-e, azt nem láttam. Ugye Krisz ugye eltűnt, egyszer bementünk a pikkelési részlegbe. Az sajnos nekem elmaradt. Egy gyors cigarettát elszívtam, mindenkiben volt rá már egy kis szükségem. Mert akadt össze a nyelvem, ilyenkor mindenki pótolni kell ugye a megfelelő energiát. De csak egy teljesen normális cigaretta, még bárki bárkit mondana. Bárki bármit mondana. Jó, oké, kezdődik. Kezdődik, jó van. Szóval egy posztot megírunk gyorsan. Arra, amit ugye most fogunk látni, hogy nem maradjon arra senki, aki szeretne. Ja, na, volt egy kis minimális laggom, de ezt elég hamar sikerült orvosolni. Így van. Nem net laggom, hanem így a képem akar kicsit lassabban betölteni, mint ahogy én szerettem volna. De nincs ezzel baj. Na. Akkor egy posztot megírok, az egy fél perc lesz, addig lehet nézni tovább, amit van. Ahogy ránézek, gyorsan még átfotolok a pikkban alapján, hozzá elég hamar kifogyott Krisz. Tehát ezeket tiszta, normális bannoknak nézhetnek ki. Ez kemény lesz. Igen, ez is megvan. Ja! Tehát én azt hiszem, hogy ma egy kisebb döntőt fogok látni. A másik ágon is nagyon szépen haladnak a srácok. Én szerintem ennek az estének ma két döntője lesz. Én ezt satszolnám egyiknek, a másik pedig az igazi döntő lesz, az igazi döntő. Ez viccet félretéve, ez egy kemény meccs lesz. Ez egy elég durva meccs lesz. Aki lemarad róla és pombos kell elmennie, hát egye fene. Fölteszek YouTube-ra, legyen fönt, vissza lehessen nézni. Ez nagyon, nagyon komoly meccs lesz, tehát én most itt nem is tudom, hogy kiről hogy merek beszélni, mert ha mondok valamelyikőkre rossz szót, akkor lehet, hogy holnap már a lakásomat is rám gyújtják. Tehát ez egy jó meccs lesz. No, ezt még kis icipicit teendő még van, egy kis türelmet kérek tőletek. Ezt a dobhártyán maradjon. Hát itt erre én felelősséget vállalni nem tudok, mert ez itt kőkövön nem fog maradni. Hát még szólás nélkül, vagy mondás nélkül bármelyik esemény. Ez itt kemény lesz. Ez itt durva lesz. Mindkettő csapaton van wide. Teljesül a meglátás. Hát Robustnak úgy maradt a neve, de az igazi jelen pillanatban hivatalos wide csapat az jobb oldalt. A pöpül, azaz későbben a piros színekben található, tehát az mindenképpen maradjon mindenkinek tisztán meg, hogy miről is van szó. Hát ez kemény lesz. Azt a rohadt életbe. De most elkezdenék beszélni a pikkekről, bannokról. Ugye a kaszarinban az nem volt meg, amit szokott támogatni. A postásos is felállással a wide. Ugye, amikor ő otthon átkasszolja. Na most ez is megdőlt, ez sincsen. A trash-e megint nincsen dugónak. Dugónak ennie sincsen. Dugóhoz egy zilént! Gyerekek, mi lesz itt ma? Most ezen a meccsen? Tehát most itt kalákomoljon, tehát ez itt most nem tudom elképzelni. Hol a Getro? Kérdezi valaki. Ott a Getro középen Renektonnal. Most már nem... A régi nevén van, hanem ugye neki a name change végre megtörtént, és
Wild Getroids néven fut. Amíg ugye itt ez stagnál, a Summoners betakarások fönn vannak, addig mondanám, hogy holnap este, aki kíváncsi arra, mindenképpen lesz eSports keretein belül egy talk show, amit a Wildosok fognak szervezni. Eléggé ilyen eSports jellegű lesz, elég durva, sok minden fog történni, sok mindenről fogunk beszélni. Én is meg vagyok oda hívva, tehát én úgy gondolom, akinek lesz szabad ideje, az mindenképpen figyelje majd a Facebookunkat, mert ott fogunk hírt írni róla, hogy mi is történik. Tehát biztosan Wild is fog róla hírt írni. Tehát inkább ilyen közszereplőkkel lesz közös Duma Gyuri. Aki eddig nem lájkolt minket, az ezt a hibát gyorsan hozza rendbe, és repüljenek azok a lájkok, followok, meg a YouTube-os tuszlik, de inkább csak a Facebookot most elsősorban, mert ugye a honlapra vagytok kíváncsi, akkor mindenképpen ott, de amúgy is ti döntésetek persze, senki nem hajt, csak a tatár, az hajt, az keményen. Na jó. Én már dörzsönöm a tenyeremet, mert ugye a Summoners pedig lejöttek, és lehet beszélni, de nem ezért dörzsönöm, hanem mert már azt várom, hogy elkezdik a meccset, ez aztán keményes lesz. Itt aztán lesz minden. No, tehát, Holocaranthus látjuk játszani Adi Carry-ként, lemegy Infection-nel, Botnane-re, Kubu, aki ugye jelen pillanatban, a Summoners pedig-et látjuk, tehát Kubu jungle-ezik jelen pillanatban, Csacsi pedig, hitte volna, fölmegy topra Kazix-szal, az ő szavait idézve annó azt mondta, hogy Kazix-a szeret topon játszani. De nem az a karakter az, amelyikkel igazán lehet lényt hozni, és a maga biztosat játszani, de most egy Kazix-ot hoz Csacsi, és most sok kíváncsi, hogy Getro mit csinál Csacsival, vagy Csacsi mit csinál a Getroval. De soroltam, hogy extra week-a mit csinálok lent Holocaranthusig, vagy Robustok, amit csinál jelen pillanat Chris ellen, és a többi, és a többi. A dugó Zilén, én arra nem akarok semmit mondani. Még soha nem láttam dugó zilényét, a zilányát, nem tudom pontosan, hogy mondják és melyik a helyesebb, de mindenki tudja, melyikről beszélek. Az órás buzit, bocsánat, az az órás fickó, aki dobálja a damage-es kis órákat, amik ketyegnek, hát ez keményes lesz. Píj, azt találod életbe. És hozott Józsi egy mondót, igaz, hogy Lux nincs jelenet, de mondónk az van, hogy hova szalad a mondó, azt majd látjuk, hogyha Józsi kap valami jó nagy brutális jinx ultit mondjuk a fejére, vagy stb. Puh. Hát én most rápijanak erre a meccsre, és iszok egy kortáját mindenképp már az elején. Nem is tudom, hogy mit készek el mondani róla, de... Na jó, oké, tehát ne legyünk megilletődve azon, hogy ilyet látunk, láttam mindenkit csapatot, mindenkit oldalra játékosokat lejátszani, egymás ellen még nem játszottak. Remélem, hogy rage-mentes játék lesz, és mindenki teljes nyugodtan fogja ezt lejátszani. Ez jó meccs lesz. És akkor elkezdünk betölteni. Ilyenkor már csak egy szép dolog történhetne ilyenkor. Hogy rájött azt mondja, hogy nem nézhetjük. Jelen pillanatban nem úgy néz ki, mert töltünk be. Állj, ne, tehát még... Vagy fessem az ördögöt a falra. És lehet sikerült, hogy fessem az ördögöt a falra? Várjátok, nem, jó, nem, betöltünk, jó. Már ugye, ha áramszünetem már egyszer volt, a netem is ugye így az áramszünet együtt elment, akkor miért ne jöhetne még egy rájött puszi is a pocimra, vagy akárhova. Hát, igen. Az akár is jöhetett volna. De így nem jön. És már mondanám, hogy én szerintem Tomer már vagdossa a meccseket. Szóval azért én kérem mindenki a YouTube channelt, aki nem tudja, hogy van, azt tudja. Az agyam is elment vele, így van. Tehát utólag vissza lehet nézni, ha el kell menni, valamelyik nem volt itt. Ezt is, az összes meccset vissza lehet majd nézni, szóval nem kell ezért aggódni. Minden megtalálható, amire szükség van. Ujjajjajjajjaj. Igen. Most nézem, hogy... Ki tudnál komolyan venni azt a dugót, akinek egy ilyen skinje van az ilére?
Én nem, az biztos. Az. Hát fönt parti hard van Getroiknál. Csak a nyár is már semmi. Csajok és nők, napsugár, minden. Parti hard abszolút. Napszemek nagyon kemény. Az a síp az mindenképpen extra. Hát, undul meg telefonál, az is nőzik. Orjonálak, milyen mellei vannak ezen a robotizén. Na mindegy. Tehát az... ha kielemeztük a dolgokat, tényleg térjünk a meccsre. Ahol most fogunk betölteni. Az egerem már elfáltott, emlék most fogunk 100%-ról mindenki megvan, be is fogunk durrani a meccsre, remélem én. Ezzel befogtam az orromat, nem tudom, hogy miért, csak ugye pont piszkáltam a szakállamat. Hát sajnos azért van, de még nem töltöttünk be. És most. És akkor most. És akkor lehet őket áttenni szépen, tehát pirosban játszik ma este a White itt az elődöntőben, ami azt jelenti, hogy egyre jobb oldalra fog felkerülni. Most szépen ezeket megműtjük. Pitty! Nagyon csinos lett. És a kék színemen pedig... Na igen, ezt kérem lepuskázni. Jajjajjaj, akkor gyorsan puskázni kellett, amíg van egy kis időnk. Még pedig ugye innen. Ugye néztem a nevüket. Igen, csak ugye nem... Ma még őket nem néztük. Tehát mindenképpen kikazanazzuk valahogy az infóból. Syndra win mid. Hát meglátjuk, ki fogja nyerni a midet. Na, az ágrázom, mert nem akar bejönni, hogy találkozom fönt. Getru van bajban, Getrunak kell kiflashelnie. Az a slob még nem lett volna elég a Jinx-től. Tehát az elgondolkodható. De végre bejött ez is, tehát DRTK csapatneve. Jó nagy betűkkel beírjuk. DRTK. Hogy? Tehát akkor most ezzel majd filózni. Ó, pont most kezdtek el csetteni és írni. Köszönöm szépen, már pont meg lett. A saját kis szorgalom alapján sikerült megtalálni, de mindegy. A lényeg az, hogy a meccsen benn vagyunk, ez a fontos. A Riot nem szólt bele. És másfél perc, hogy már Getrunak flash-e toppon nincsen. Tehát azt hiszem, hogy Csacsi, hogyha fölmegy topra és nem lesz lane swap, akkor azt hiszem, hogy ezt az előnyt ki is fogja használni. És lássuk meg, hogy Getru mit tud ezzel csinálni. Na, ez irányú... Supportunk van ugye lent. Ez emellett jön egy trash support, Kha'Zix pedig fenn van toppon Csacsi személyében, Getroval együtt, minden pedig ugye Orianna, Syndrával szemben, és Kubu, Józsival a jungleben, illetve Exvorm, és Holokarantus lent botlénen, hát öcsém, ma mindent látunk, amit kell. Hát ez teljes mértékben, Robus köze már fáj, amit kap, Chris Kikesztől, pedig akik egy közben szépen József úr is most fejezi be. Bent pedig adokapok, az megy Csacsira, Potit már be is lőtte. Húha, ez aztán keményes lesz, öcsém. Azért fáj ez a Csacsi, Getro is érzi, Getronak is van Potia, de még nem tolta be, talán most fogja elkezdeni betolni. Az autótok megy ki trash-től, a creepekkel együtt a level 2 megvan Getron, akart egy kicsikét pusholni Csacsin, de nem fog. Józsi megy át piroshoz, Kubus megy át a kékhez. Adokapok ugyanúgy megy Csacsi, még mindig level 1-es, csatornak a Potik. Lehet hallani, ding-ding, így mennek befelé a Potik, zabálják őket fönn toppon is. Most kezdte a piros Józsi, kezdte a kéket Kubu. Fej mellett szedik a jungle-t, és ki hova fog jönni először a kérdés. Holokarantus pedig kapja szépen. Kiment az Ignite Getro, hogy a Getronak nincsen flash-e. Ajjajjajjajjajj, Getro, na most hova megyünk? Most hova megyünk? Az mellé ment, abból lehetnék fordulni. A creeper gondolja, kiment az Ignite-t, és a Csacsi meg fog halni. Ott a first blood Getronál. Nincs meg, megvan! Hát Jézusom! Na erre nem számított senki, ez a robust flash-e ki... Ááá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 
toplénen, és megy tovább farmban, és Csacsi otthon. Kubu jött ki közben helyére váltani. Hát na. De volt négy creep, aki még ugyanúgy segített Getronnak, és Getron megint csak olyan creepekkel együtt szeri Jarvan HP-t, de ott vannak a buffok. Szóval most már mindenképpen észre kell. Hát ez szép volt Getrótól. Ezt le a kalappal. A helyzetfelismerés jó volt, a dodge jó volt, a creepek pedig vele voltak konkrétan. Az ez talán szlóv, ugyanúgy kapja dugótól szépen a órákat a fejére, hol a Karantus. Érkezik ez a Józsi, talán midre, talán botra, én nem tudom hol megy, de egy varrat mindenképp le kell hajítania valahol, vagy lássam valami többet. Lehet, hogy véletekre fog szert tenni, de varrat lehajítani, igen, a varrat le is ratod a középen, látjuk itt szépen, le is kellett rakni, látjuk is, egy Kubu jön le topról, Kubu beáll a bokorba, talán le is parkol.
Krisz Mihes kijön farmon, lehet jön egy meglepetés a fejére. Bár jön Józsi is köze midre. Hajjajjaj, aztán kiment, a slow ben van. Robust kiment a fókusz, Q most jön, Q-nak már menteni neki, akkor szépen kerít Robust. Robust kifesse, de elvi szépen utolsó autót, ami repült ki. Hát a mondó piros még pozban, pluszban még, ami rá segített, de még egy, láttatok is jól figyeltetek, még egy autótok is ment közben Probustól, bocsánat, Kriszkitől. 2-0-ra megy a Wild, és jön egy pauz, kapásban, amikor talál a Stan Jarmanra. Ezt még lehet, hogy fordítani is lehet, közben Robust folyos fagyott ki, vagy rage-elt ki. De nem, inkább laggol, de nem, valószínűleg nem fog rage-elni, rage-quitolni. Pont most talál a Stan Kubura, hát tökéletes pauz megint. Kriszkinek Ignite-ja nincsen bent. De ez milyen jó, ez egy igazi helyzetfelismerés. Kiment a Stan. Ignite nincs, számoljunk. Dimizs nincs elég, talán lesz egy kúja oda alá, nem lesz elég a Dimizs, de Krisz azért fogja büntetni a Kubot, hogy menjen hazafele, kifele. Megint a UPC. Hát a UPC az nem a mi, nem a mi netünk mai nap folyamán, meg úgy vasárnap óta, ha jól tudom, akkor van probléma. Rob laggol, klient resi. Köszönjük az információt, sok hamarosan folytatjuk. Addig le vagyunk a chatre, körbenézünk. Na, Robos visszajött közben, és kérdés az, hogy mennyire lagmentes most már a játéka. Mindenképpen azért számottevően nagy probléma, és érezhető az, hogyha az embernek játszani kell minden lagolva, és ugye nem egy egyszerű meccsen, nem egy egyszerű ellenfél ellen, és mindenképpen azért morálisan rombolja az ember, hogyha még ugye ilyen technikai háttér problémák vannak közben, hogy laggolok. Tehát ez olyan evidens dolog, ami nem kéne megtörténnie, ahhoz, hogy tisztán lehessen egy meccset lejátszani. Hát reméljük, hogy Robustnak rendben jön a pingje, illetve nete. De a mai kupán orbitálisan sok pauzunk van. Nem tudom, hogy észrevetitek-e. És még eddig egész jól bírunk, türelmesen bírunk, ülünk, hátul pihengetünk, vakarjuk a tökeinket, a hátunkat, nézegetünk, hogy megint pauz van, hát most várunk, hát mi más tudunk csinálni, hát ez van. Na, a pauznak most már vége, ugye még kimegy szépen a Stami Kubura, nem bocsánat, nem még semmi kezdtem, akkor az nem talált. De tényleg meg a golyó teljesen más felé ment. Ahhoz képest, hogy ki lehet volna elemezni, nem elemeztük ki helyesen, mondjuk nem is annyira figyeltem arra, mert máshol járt teljesen az eszem és az agyam. A Gettor elég szépeket szed vissza, a Csacsinek ez megint csak fájni fog, a Csacsinak fesse, az viszont van, a kiugrás elég volt, level 3-as a Csacsi. Még Gettor most hát 5-ös. Hát vannak bajok fönt, ugye az első gyors kilométer, ugye sajnos Getro elvitt itt Csosi szemszögéből nézve, érzi nagyon annak a hátrányát, és Robus közben megjött midre, 15-30. Talán Krisz, hát haza még ő nem, enni nem fog, már manával olyan sokkal nem büszkélkedhet, konkrétan közel nulla manája van, és tehát, hogy haza is fog menni gyors, így van, haza is backer inkább, az a biztos. Lent botlénen pedig 39-24, tehát 15 creepen megy közben Next Worm. Tehát dugó, úgymond pókja az Zilénnel egész jó eddig, és bevált. Az a kérdés, hogy mi lesz később. Csacsinak pedig muszáj torony alatt farmolnia. Ugye ő, emlékszünk a szavaira, tudjuk, hogy most így sikerül a meccse, de mindenképp egy óriási játékosra van szó, és ugye az ő mondás alapján mindenki figyelni kell arra, hogy ha meg is halunk, ne feedeljünk fent toppon. Tehát, hogyha el is buttuk a lényt, maradjon közel a farm, legyünk benne jók, legyünk közel. Mondjuk azért egy Kha'Zix-szel ezt nem mondanám olyan egyszerűnek. Ha még egy Shivanával alt volna meg, vagy akár egy Irelia-val, amivel nagyon sokat játszott régen, akkor egyszerűen tartani, de azért nem annyira arról híres ez a Csacsi. Ez a Kha'Zix pontosabban, közben beleáll dugó ebbe szépen a trapbe, érkezik hátulra, Jarvan, Ninjába jó, Antern közben a Slow kijön még dugóra, dugónak felső is van, nagy gáz van, Experiment fordult át Kubu, el fog jönni a botlénről Vájt, nem is nézzük tovább, nyugodtan, nyugodt szívvel, közben Robus level 4-es, 7-es, 8 darab creeppel vezet jelen pillanatban, bocsánat, most már 8, de teljesen mindegy, közel 10-el Krisz. Gettro pedig már konkrétan toronyalak nézeket, a Vardagot oda kintre, el van. 45-38, tehát Csacsi tartja
ami kell, kiment a stun, közben érkezik Józsi, elég damage-et kap be Csacsi rajta, az Ignite és Józsi jön befejezni, és leváltunk botra, ott is buli van közben, topon kire nézünk, topon, mert közben Csacsi menekül, holokarandusz elviszi közben, nem, Infection fejezi be, 1v2 továbbra holokarandusz felsőre ki, Exxon utána, Exxon talán, hát Infection nem fog elhozni, Kazixon még hátra kergették, és nagyon sok a damage közben a creepektől, és így Infection double kill jön el, közben Kriszék buliznak viden, Kubura rajta, Kubura az Ignite rajta van, Kriszki, aki most az enemy jungle-be rohangál, de érkezik Józsi topról, akivel ugye dive-olták konkrétan Csacsit, robosan rajta a Stove, robosan rajta a Dimish, robosan rajta a golyó, Kubujan vissza és Krisz esik össze, Józsi flash-et, Józsi nem fog kiírni, és Kubu fogja elvinni, vagy inkább robos, nem ért hozzá inkább, Kubu nem lakott rá egy zászlót, hát mennek a cserék, egy kágogad a különbség, van itt aztán buli rendesen, öcsém. 0-1-2, holokarantusz, 1-1-0, extra, és annyi creep volt konkrétan, hogy Thresh nyugodt szíve hozta el a double key-ét, miközben Csacsi majdnem, hogy a második tornél tudott menekülni, a bokorban írta utol Józsi, hát van itt minden. És közben nem lebeg 6-os Kha'Zix, de Csacsi, miközben Renekton már level 7-es Getro személyében azért vannak most topon vegan bajok. És egy ilyen dive-olásra ugye láttuk, hogy Renekton nagyon brutálisan egyből ulti be, egyből stunt a fejére, aztán jött Józsi úgy, mint anno Udyrra a Kennenre. Tehát így nincs mese. Adok kapok fent top lane-en, Csacsi meg most már level 6-os azért, és most már akkor mindenki figyelik rá arra, hogy többet ne halljon meg. Ugye ez most azért egy ilyen dive-olást átélni, ezzel szerintem még a legjobban tudok mit csinálni, amikor Renekton ott a nyakadban rádrakja a stunt, rádrak minden az égvilágon, és akkor már érkezik a Mundo plusz egy slow-val. Hát mit kéne csinálni ilyenkor, hogy őszintén? Nehéz volt, és szerintem még Csacsi sem hitte el, hogy erre egy dive-olás fog érkezni level 6-oson konkrétan. Még ő 5-ös volt. Maximálisan, hogy a szinterőt kihasználta a Getroik, és erre építettek. Level 8 a level 6 ellen fönn topon. És Józsi Mundo-val, hát smite-om is van, mondjuk az még nem sikerült jól smite-olni. Most, de ettől függetlenül a Dragon az megvan, és elhozta a Wide magával, és itt szert tesz megint egy kisebb előnyre goldilag. Húha. A farmokra picikét ránéztek, minden lénen vezet a Wide. Mint topon, mint miden, mint boton, mint a jungle-ben is akár, és hiába van a Dugonak ugye damage-e végig is zilénen, és hiába pakolja az óráit össze-vissza, mégis jóval kevesebb creepje, mint maga Infectionnek. Tehát ez is egy kicsikét plusz jelenthet, de nem annyira mondanám ezt a legfontosabb részének, de ezt is meg kell említeni. Szerintem a lantár jön, érkezik hátulról a Kubu, az kész. Ez le van reagálva a Dugónak, ugye nincsen flash-e, azonnal mennek rá a Dugónak, viszont van egy ultia. Van egy ultia, most fog kitolni, így van, pont a végén nem húztál el a túlságát, extra tud lőni. Dugón nem igen fog innen kijönni, bele a trapbe, kész. Infection fejezi be közben, és 3-0-as hitres, és holokarandus nem kap semmit. Semmit nem kap, egy killt sem kap, kapja az asszisztokat és nincs kill-je. Ez sem volt a legjobb így. Lent Csacsiéknak, pontosabban ugye a DRTK-nak. Na, hát Józsi elkezd bulőzni, az ulti az benn van, ugye Ignite konkrétan volt rá, és így ez is fájt is neki, Infection nagyon jól ismerte fel a terepet, azonnal rakta rá Józsira az Ignite-ot, és így konkrétan hiába jött úgy kicsit olyan abszolút abnormális helyről a DRTK számára. Na, érkezik egy Bogyász Kriszkitől, aztán így be is talál. Jön vissza közel Kubu. Még ennek follow-up nem jön rá, most jön az Orianna hátulról. És Kubu így meg fog halni. Van egy kis ojjajajajaj, Robustnak gondolkozni kell, mert ez még fájhat. Óvatosan jó a flash közben, az nem talál, Robustnak most ki kellene jönnie, mert Krisz már büntethet, és ott aztán, és Krisz meg fog jönni, és nem, mellé megy a kúja, nem elég, és jó volt még a barrier is közben Oriannától, nagyon jó volt Robustól, és úgy be lett maximálisan bétel, és Dugo mostan bajban, Dugo is meg fog halni, így né, az autótak büntet, és 8-6, és egál a gold, és 8-6 jelen pillanat DRTK-nál a Wide-dal szemben, hájjájjájj. Getro pedig valószínűleg megy haza, így van. Felült a lesre, aztán pihenget egyet otthon is, be is vásárol, valószínűleg számfejére beújít, most már két alapcucca megvan hozzá, így van, meg is van. És talán egy Brutalizer fog még érkezni, vagy lehet, hogy hidrázik.
Getro, ezt majd mindenki be fogjuk látni, és Csacsi azért mindenkiben tartja magát. 16 klipen van lemarad, ahhoz képest ugye brutálisan le volt maradva, két szinten is, most már ugye ez csak egy szint, vannak bajok, de hogy tartja magát, és végül is, hogyha lejönnek az is majd egyszer topról, nem lesz akkor a hátrányban, az egy szép gól volt közül Infection-től, de inkább Experimental volt egy jó dodge, hogy nem fejletlenül hátrafele menekült, hanem inkább előre lépett kettőt, és így elment. Na, Kubo érkezik a Getro-ra, és ugye Getro-ra most jön a... Igen, Getro pont jókor csúszik ki, és nem üti fel ugye Jarman az Echo Combination-nel. Wow! És így Getro konkrétan meg tud menekülni, aztán megint jó robustra, egy kis pici pók mehet ki. Az a barrier milyen szép volt robustra, ment hátra a saját zsángelőkben. Józsi flash-el! Holokarad össze ment volna a slow, és holokarad össze nagyon szépen flash-el ki. És ennyi volt konkrétan botnén a fight, Getro pedig bulizik Csacsival, Csacsinek kell kijebb ugrani. Getro nem tud tovább menni, bár Getro mindig üldözi. Kriszkin van közben a gang, az Orianna ugye kimegy, Kriszkinek itt valószínűleg vége van. A Burst-en nem is tudok volna már jobban kimenni, az ultia sem volt már bent. Úgymond kicsikét nyugodtabban, de mégiscsak veszélyesen hozták el magukkal Kriszt midről. És így 9-6, 300, 400 golddal vezet, most már nem. Eddig vezetett, de milyen pörölt a torony fönn toppon, már nem vezet, ad a értéke, hanem a Wild újra vezet. Jó a damage közben két nélre, ugye X-Firmre, Holocronatus farmol tovább, a húzás mellé ment közben dugóra, és érkezik Kubu. Pingelték Kubut, a saját csapatársai pingelték Kubut, tehát valószínűleg, sőt nem biztos, hogy tudnak arról, hogy Kubu arra fele jár. Megy szépen haza, ez a Getro már a második toronyig tolja Csacsit. És ahogy nézem, konkrétan már a Mairi megyesek nem tökölnek túl sokat, már kim van a következő heti kupára is a link. Már lehet regisztrálni. Hát ez nem egy régi annó ESL szervezés, ami ugye akkor a problémát, hogy utolsó két napban jött ki a regisztrációs link, és ugye senki nem tudta, hogy mi van. Tehát már most lehet regisztrálni ugye a heti rendszeresség kupára, ahol szintén pénznyerem lesz a nyeremény. És ugye mindenképpen tétre megy, mert majd egy szépen összefogó írás fogunk erről írni, hogy miről szólnak ezek a slotok ugye az első két helynek. A leges legvégén, ha azt mindenki tudni kell, hogy elég nagy pénzeremény lesz szó egy külön kis ligában, ahol már ugye BO3 és BO5-ek fognak menni. Ez a csak heti kupák, ahol az első kettőnek már ugye mindenképpen lehetőségei benn maradni úgymond a közturatban, és később ebben ugye egy ilyen, úgymond league, hát így mondta, no igen, hogy league. Még elég hülyén ejtette, de league, és ott lesz valami, közben Csacsi, akkor kidotod az ignetját már közben Renatonra, Kú, megint jön a Kubu, de megint késve, megint kicsikét rosszul, és megint volt a felesleges köre föl topra. 39 creep-el, 1-1-5-tel, Jarvannal, nem rossz, de kevés. Kevés szerintem, nagyon sokszor voltak felesleges köré föl topra Kubunak. Nem tudtak belőle semmit sem kihozni, Krisz közben szeri a Wolfokat. És egy 7 másodpercon lesz Dress Dragon. Már Józsi be is parkolt oda. Jó, hogy nekem lesz itt a Dragonom. Van itt egy Ward ugyan, erről lehet, hogy nem tudnak. Na nézzük, Kubu nincs messze, Kubu a pirosnál van, ott is hagyja a pirost azonnal. Mert lopásra van lehetősége, jelenleg a DRTK-t csapatának, aztán az jó robusra, egy kicsi HP-t bukott is, az experimentet kinek az ulti, ezt elhozta Holokarnatus, te atya úristen, Holokarnatus elkásolta szépen a baront, a Dragont, és Józsi most zilánultanak össze nem hal meg azonnal, és fordul a Kubu, hogy Chris benne a buliba, robusta elég az Ignite? Elég az Ignite? Ott shield, barrier, minden van robust, és mindig nem halt meg, robust, mindig él, és nem volt elég a robust a damage. 2-0-ért, plusz a Dragon is elhozta Holokarantus. Hajjajjajjajjajj. Getro addig meg fent bullizott, party hard volt rendesen. Csacsi sem volt lent topról ugye Dragonnál, tehát ez nem a Getro hibája. Egyszer 4v4-ben Dragon bukás is volt. Illetve Dragon lopás Holokarantusztól, és hát 2-0-ért konkrétan. Tolják a botlane közben, valószínűleg Kubikot be is fogják fejezni. Ilyettől búcsúzik a Wind, és ennek között most már 2 kagoldos különbsége van. A DLTK-nek a Wind-dal szemben. 11-6. Na közben Józsi leszett a pirosát, és ugye kicsikét ha bele-bele csekkolunk a farmokra. Érdemes belenézni. Hajszál különbségek vannak majdnem minden énen. Egy icipicikét X-Firm szalad. Icipicikét Getro szalad, de én ezt nem mondanám különbségnek. Pici, nem sok. Tehát ez itt nem ez fog dönteni. Itt nem a farm fog dönteni.
Mert akár is látjuk, Csacsi 0-2-ben, és legelején meghalt már, mellé ment, ugye dupla V, és utána már nehéz dolga volt, hogy Robust két, aztán Józsi jön már, Józsi Slovia most fog találni, ugye megvárt még Robust flash-ét, lehet dive-olni, szépen Orion ott a kimegy, nagyon szép között a Dimitri, kiszre még Robustól, de végig tankolja Józsi a tornyot, és konkrétan egy Robustnak esélye nem volt ezzel mit csinálni. Szép volt Józsi, hogy kicsi, aj, de szép Jinxu, de tartja úristen Chrisre! Hát mit szél, hol akarant tudsz botlénről? Hát hol akarant tudsz? Hát Jézus úristen, közben mennek tovább Mundóra, Mundónak az ultia már kiment, Kubu, aki végig tankolja, hát Jézusom! Hát mit szél, hol akarant tudsz botlénről? Azt a rohadt életbe! Hát, pedig látta Chris, ha jönnek rá és flash-elt is, de pum, bele a Jinx ultiba! Azt a rohadt életbe! Az igen. Az igen, és ugye megint két ember halott egy robustoknyáért. És megint aránytalan cserebere. És jön vissza Axel szépen botra farmolni. Hol akarom tudsz már bepályázott midre közben 4-1-el. Hát Getúl, aki megépíti top lane-re a Csacsival szemben. Csacsin van egy piros közben. A Csacsi ugye végre begyűjtött magának egy kilt 0-2 után. Bedölt közben a mides towerje a Wide-nak. És most lesznek bajok. Megy szépen az adókapok, kicsik kis farmolások, ugye azért voltam csendben, mert konkrétan semmi nem történik a pályán. Józsi, aki most talán watchingol itt valamit, nézelődik, de számottevő ilyen nagyon-nagyon nagy gruppolás nem látszódik a pályán, és nem csinál semmit, bár talán most ugye Getro-ék itt lennének a baronhoz. Nem tudom, hogy baronnál mit tervez a Mundo úr, meg a Getro úr, de akárhogy is nézzük, jelen pillanatban elkezdték a baront, és igen, ez egy Backstreet Boys engő, nem azért, mert buzi vagyok, hanem mert tök jó. De nem tudom melyik, megint tudom már kitelefonálom, jó, ezt akkor gyorsan most lenémítjuk. Mert már sokszor magyaráztam ki az. És akkor elkezdik Józsék, mondom, hogy mindig forradják a baront. És most jött meg Csacsi. Megjött a DRTK, abszolút tekes hadsereg, és ugye próbálta sunyi baronozni. Józsiék, ki mi az inánult is, Getro most, ha már Csacsi ugrik rá, Csacsi 2-2, most már Dugó még mindig él, Dugónak nincsen, és a Dugó nem megy sehova, 3-0-áért, ez a baron próbálkozás egy brutális faj illett a vége a Wild javára, pontosan Wild hátrájára, elnézést. Az elején ugye azt a pinget láttam csak, és azt a pinget figyeltem, hogy, és meg is állt Kubu itt a kanyarba, hogy volt egy vision, vagyok már régóta kirakva, és lehet, hogy látták Józsit, hogy megy a baronhoz. A Getro meg eltűnt topról, tehát volt úgymond, nem azt mondom, hogy biztosak voltak benne, de volt lehetőség arra, hogy láthatták azt a kis sunyulást. Az a szlova, az nem talál. Fessel Infection közben kiment a stun, Krisztől ugrik be, Jar van! Hát Krisztet eltakarítják a pályára, Józsi pedig szaladt tovább, ugrik be, Kavix, X-Worm-re, kinn az Ignite, át Csacsi takarít, Csacsi kiugrik, Csacsi meghal a dugónak az órájába, és Józsi jön ki, megint fordul ki, megint jelen pillanat 2-1-ért. Józsi még mindig ott hátrébb, most Getro váltja a frontlane-t, és jön be Kubu, meghal, Robusta menne tovább, aztán nem fog kijönni, hát fáj azért, amit hátul még Robusta bedobál, hol akarod, hogy egy static hívésem azért, mert fáj, és static sívja még jelen pillanatban nincsen X-Firmnek, tehát vannak bajok, 3-2 összességében, és a Wild ugye most gondban, már a második tornyuk dölt be minden, és jelen pillanatban toronyban és hátrájban vannak. 1-3-hoz képest, és ugye jelen pillanatban a gold, és megnézzük 6K gold a különbség a két csapat között. És Csacsi, 0-2-ből 5-3. Hát ehhez is lehet kommentár fűzni, nem hiszem, hogy szükség van rá. Hát látjuk. És hogyha a dugónak az irán, dugó az irán nem pakol órát, konkrétan fejére Csacsinak, akkor lehet, hogy ki is jön úgy, hogy bedáj volt a experiment. Csacsi. Hát na. És Holokarantus 4-1-7-ben áll, Orianna 4-3-7, és ugye Chris, aki 1-6-ban van, és ez elgondolkodtató, Farman teljesen patent, láttuk az elején tényleg sokszor büntették Robust, volt a C-play, volt amikor a W-buffot Chris-en, de azóta őt, ha csak megölik, azt mondta Hodziher. A legutolsó fájlt, mert ugye amit a Jarvan ráprodukált, és hol lesz még itt zónya, vagy akármi, ami ugye valamennyire blokkolhatná az ilyesfajta beugrásokat. Flash-e az nem sokára lesz, de arra az, hogy lehet majd okoskodni, figyelni rá. Józsi, aki szedte a saját kis pirosát,
A Baron ugye az előbb el lehet kezdeni, még mindig ott van, és Kubu Infectionnel kézenfogva szedik a Dragont, megjött Holó is, semmilyen vision nincs rá, pinge nincs a Vine-nek, hogy szedik a Baron fele, csekkolnak, kicsikét, egy picikét szétszórta a jelen pillanatban a Vine, hogy a déli részen semmilyen visionjük nincsen, sőt egészen kékig nem látok semmit. Maga, hogy a távolják se állnak, ugye az is hátrány, de plusz inkább enemy ward van saját jungle-ből is, mint a opá-opá. Józsi bukott le, Infection nagyon rosszat húz, Kubu menne be, Kubu jön vissza, az ultia ugyan nem volt, de lehet, hogy postulás József, hát az ő fókusz lehet, hogy nem a legjobb, bármennyire is van rá az Ignite, és terestek egy hajszál híján lett is volna pontosan akkor Ignite-ja erre a fight-ra a Mundorra, hogy az ultit be is lőtte, de nem volt, lehet, hogy kicsit elgondolkoztak, de alapvetően egy Mundo fókusz mindenképpen elgondolkodott, hogy csináljuk-e vagy ne csináljuk. Hopp, a trapbe áll bele közben, Getro kinn az ultia, jön rá, Impex is, amit Getro kap a torony alatt, az kőkemény, de ott a dugónak az ilánya, és Getro ki fog jönni élve, ki kell menni torony alól, két embernek, Jocsi van fény HP-n, Thresh van semmi HP-n, de ezzel szemben a White brutálisan nem a HP-z van, hát itt konkrétan Getro semmi, József semmi, ott kell hagyni a toronyot. És négy, egy lesz a torony előnye így, a DRTK-nek a White-dal szemben. 19-9, 8K gold előny a DRTK-nál. Józsi menne keresgetni az erdőbe, hogy mit lehetne látni, mit lehet találni. Jelen pillanatban még csak a telefonját fogdossa. Holóik itt gyülekeznek Baron fele. És el is kezdik a Baront. És Getro jó helyen van. Getro jó helyen van. Kérdés, hogy Józsi mit tud csinálni. A stop bement, nagyon brutálisan fogy a HP a Baronnak. Hát Józsi, most mit fogsz csinálni? Semmi. Nem, ezt a Baront elhozták. Jelen pillanatban, jaj, hát Getro innen kijönni már nem fog tudni. Józsi az ultiát betolta, ugye neki flash-e még nem volt, szvájtja lett volna, de hát hogy menjek én be oda Baronhoz? Az jó volt, azt nem láttuk Kubugyos, en is váltunk, más nézünk, az mellé ment, de nem láttuk. Az az EQ. És kezdve Orionnek elkezdték tolni, mert rajtuk a Baron nincsen, Getro az egy jóval nagyobb... Hát, úgymond engage-el karé, vagy inkább az, hogy maga a frontlane nincs jelen pillanatban itt cakkon púder, ugye Mundo ulti is kiment, az aztán az jó, de nincs el follow-up, most megy rá Kubu konkrétan Syndrára, egy Kriskire, a damage az nem rossz, de szerintem csekély. Kriskinek nincs túl sok damage-e, épül a Rabadon, tehát van ott minden, ami Sam Star-nak ingere, de még a Rabadon nincs kész, nincs elég damage. Hát jó, még főleg a Jarvan-ra, meg főleg nem lesz elég damage. Volt még haza közel bokorba, talán még Józsi tépen látta a kanyarban, de most elszalad, elmegy. Hát szépen viszont Csasi a játékba, ezt azért be kell valani. 0-2-ről, tartotta magát szépen. Nem fírel túl sokat, 0-2-ben volt, az elején nagyon hibázott, és mindenki említése méltó, hogy most egálban van farmban, kicsikét végig le volt maradva, de ahogy ő is mondta, meg kell próbálni keveset fidelni és tartani a farmot, amennyire csak lehet. Mert hogyha majd egyszer le kell jönni, akkor úgy igazán egy ilyen átlag, de inkább kicsikét erősebb topposként lehessen hozzászólni, bármilyen fight is lesz. És úgy látom, hogy ez neki most azért sikerül. Tehát visszajött a játékból, és igazából el sem ment a játékból, hanem most már tényleg jelen van, és látjuk is, hogy mit tud leprodukálni. Getro, akire elment szépen közel a speed dugótól. Vizsgálom, hogy takarítja Kubu. Orianna pedig szedi már. Már igazából átköltöztek, de látjuk azt, hogy 5-1-es toron előnél mit lehet látni. Ugye ezt mindenképp ugye a kedves kollégának mondanak, aki kért, hogy magyarázzam inkább néha el. Tehát látjátok, hogy mennyire be van tolva. Tehát már a pálya 3/4-ét, mind a ward torna sorakozó, amit láthattok is, mit kap Getro Csacsitól, te Jézus Úristen! Hiába volt ulti a Getronak, le sem tudta reagálni! Hát ez csúnya dive-olás volt Csacsitól, Getro-ra. Azt akartam még mondani, hogy még be nem dive-ol egy Kriszkéket is lent botnéne, hogy ez a fajta félkörív, a hold, ugye, ahogy oda képzelni a holdot ugye konkrétan, tehát ebben a félkörív föláll szépen már mind a ward, mind pedig ugye önmagában a DRTK csapata, és ugye óriási map kontrollra tesznek szert, tehát már nem megy ki
A folyójuk sem. Sőt, még a kékik sem nagyon mernek kimenni. És ugye ez az, ami mindenképpen elgondolkodható, közben QM beláll egy trapbe. Lehet, hogy fordítani nem fogják bele. Csacsi közben színek leomorzálja a topot. Kriszkill még robusta dobálni. Jó a lantern, kijebb jön. És Holokarantus, Csacsi az inhal körül buliznak, miközben a Vágyni mindig négyen vannak. Most jön Getro vissza. Inhibitor elkezdték csépelni. Na most kell valamit felmutatni. Most lehet talán jönni, nem az inhibitor be fog dőlni, Holokarantus szépen be is lőtte. Így már annyira nem biztos, hogy annyira megéri fájtolni torony. Hát így nem torony alatt a Vágynosoknak. Egyszerűen csak elkezdett búcsúzni az inhától. Így nem is próbálják megvédeni. Hát na. A Dragon az egy fél perc múlva lesz, hogy a Holokarantus jönnek is beparkolni, de botra a Dragonhoz. Ez nem piros adlap Csacsi. Tehát ugye ennek köszönhetem már, hogy a piros is konkrétan tényleg a DRTK csapat kezében van. Nincs kitolva, tehát nincs map kontrollja a Vágynak. A balról sem lesz egy jó dobék vizsonyjük. Dugónak majd kijebb kell mászkálni és valahogy levarrozni egy pár helyre, közben Csacsi próbál kergetni, Csacsinak még azért flash-e is van. De ha nagyon nagy gáz van, akkor kifessel, de jöjj Józsi utána, a Snowaz mellé ment közben. Csacsi fordul, kimegy az X-Firm, úldik a Csacsira, ájjájjáj, Józsi rajta az Ignite. A Snow sem megy már ki, hát Józsit kőkeményen visszafordította Csacsi. De hát itt megállt parancsot Józsinak, nincs tovább. Hát Józsi most megy haza konkrétan. És ugye látom, most gyorsan ránézzünk a chatre. Látom, hogy a hülyeség. Tehát egy pillanatra, ahogy nézem, valaki be is kapcsolta, azt mindenképp kérném, hogy egy pár percben majd vegyük le ezt a dolgot, de addig is szúszá, legyen pihi. Tehát a chat az meghalt, tehát innentől kezdve szerintem lesznek nagyobb fajta büntetése is. Én nem szólom a törvényeket chatán, tehát a chatben nekem megvannak a moderátoraim, ők, én nem szólok bele a chatbe, ez a konkrétan a ti dolgotok. És közben ugye azért látjuk, hogy már Dugó valamennyire kipakolt Baron fele, ugye konkrétan másképp veszmú lesz Baron. Hát a lecke az fel van adva. Innen azért egy comeback a szép. És amit Csacsék produkálnak, az mindenképpen embertelenül szép volt, ahogy Csacsi is visszajött a játékba. Ezt alá kell írni, ez szép volt, és ugye ezzel teljes mértékben kiérdemli azt, ahol most jelen pillanatban is van a DRTK csapata. Mondod tovább mobiltelefonját, nem kell az. Ha szlovoljon, talán a szlov most robusra, de annyira ilyen beugrásos manővert nem igen lehet csinálni. Megint talán Stan Kriskitől. Rabadonya most már készen van. De talán most a damage az lesz. Van neki egy kis potija is, még plusz AP, Kubun, és akkor Kadisza rajta a shield közben. Az icipicikét mellé ment, hát az az Orianna, ha az ultiát jól bedurrantja, vagy X-Firmre, vagy Chrisre, hát akkor ott az inháig meg sem állnak a DRTK-sok. Ugye inha be van döntve, ugye minden. Ennek köszönhetően ugye amíg itt állnak toppon, valakinek előbb-utóbb át kell forrani, ugye X-Firm már szedi konkrétan a creepeket minden. És mindenképpen ugye így ugye egy ember előnyre tesz szert. Egy csak kis ideig, aztán megint talál Krobusa, nem mernek kitámadni. Hát meg is értem. Hát 15k-s különbség, nem, hát ki mernek kitámadni konkrétan a torony range-en kívülre, amikor toronyánál be vagyunk tolva. 21-9. Kemény. Ugyeteket szedik visszafele, és akit itt a barom. Itt a barom, körbe vannak a varnozza konkrétan. Ajja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 jj
fogják innen tolni. Józsi, Józsi azt hiszi, a barom van, és mennek hátra a kerékre, Mitchell a burst! Jézusom! Hát mekkora bait! Mekkora bét, és kettő ember maradt életben konkrétan. Holokarantus eltemették még a vágyosok, de ennyi volt. Getro megy haza, semmi HP-a, visszaáll, Csacsi még üldözi. Hát brutális bétbe szaladtak be, és a hátsó két kerít, te Jézusom mit kapott? Hát nem tudom, azt láttátok-e? Hát az fájt. Az fájt, és közben Getro is megkap a Csacsitól. 9-3 a végez Csacsi. Ezt be fogják fejezni a DRTK-sok. Ennek itt vége van. Zihna közben respawnolt, kicsiket még ez segít. Fel is adták, itt a vége.
és mehetünk a döntőbe. Hát az a hátsó burst, te Jézus, a gatya úristen. Hát ez kemény volt. Azt a rohadt életben. Hát GGVP, és a Vádi búcsúzik a mai kupától, de jövő héten reméljük, hogy látjuk őket újra, most pedig menjünk már a döntőbe. Azt hiszem a másik erődöntő is végzett már, de mindenképpen fogunk arra várni, hogy kapjunk information. Tehát még egy meccsünk van hátra, nem helyetek sehova, ahogy a mondós.